Szeretettel köszöntünk mindenkit a ilyen ma esti Rubikon est rendezvényen, amelynek a Mincentineum ad helyszínt. Szeretném először bemutatni meghívott vendégeinket. Elsőként Balogh Margitot, a Hunrend Bölcsészettudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadóját, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, és hát azt gondolom, hogy a legteljesebb Mincenti monográfia szerzőjét, hiszen több mint 1500 oldal megírása után beszélgetünk a téma legjelesebb szakértőjével, és Török Csaba katolikus atyát, teológust, az Esztergomi Bazilika plébánosát, aki szintén írt ugye Mincentiről könyvet, tehát ők a ma esti vendégeink, és a Rubikon Intézet nevében hadd köszöntsem Önöket, Kovács, és moderátorként fogok itt funkcionálni, tehát én csak kérdéseket fogok föltenni az elkezdő 60 percben, amely rendelkezésünkre áll, hogy egy olyan témát járjunk itt körbe, amelyről még nem beszéltünk, hiszen az elmúlt időszakban voltunk néhányszor itt Zalaegerszegen, és beszélgettünk a Mincenti életúttal kapcsolatban, és most jutottunk el arra a fázisba, hogy itt az utolsó éveket állítottuk a középpontba, tehát gyakorlatilag 1971 és 75 közti időszakra fogunk fókuszálni, amely szintén nagyon érdekes életszakasza Mincentinek. Kiemelném azt az időpontot, hogy ekkor hagyja el ugye az amerikai nagykövetséget, a Szabadságtér épületét, kerül egy rövid ideig Rómába, majd utána ugye a bécsi Pázmáneumban fogja fölverni a szállását, és hát nem csak erről fogunk beszélgetni, hanem arról is, hogy 1975-ös halála után milyen kultusza alakult ki egyáltalán Mincentinek, és hol tartunk ma egyáltalán ezzel az egész boldoggáavatási kérdéssel. Tehát ilyesmik lesznek ugye a fő csapás irányaink a mai beszélgetésben, és hát annak érdekében, hogy valahol elkezdjük, azzal próbáljuk meg elkezdeni, hogy milyen feltételekkel engedték meg a kommunisták, hogy Mincenti elhagyja egyáltalán a magyar, az amerikai követséget, tehát a budapesti amerikai követséget, és utána milyen mozgástere lesz Mincentinek, hogyan változott meg ez a mozgástér, hiszen a Szabadságtéri épületben viszonylag zártabb helyre volt ugye ő visszaszorítva, utána viszont ugye nagyobb lehetőségei nyíltak meg, hogy ebben az irányból fogunk elindulni. 1971. szeptember 9-i dátumot említeném elsőként. Mincenti még a nagykövetség épületében van, de Budapesten ezen a napon aláírják azt a megállapodást, amely 5 pontban rögzíti a távozás feltételeit. Ez a megállapodás tulajdonképpen egy 7 éves tárgyalássorozat, sőt, majdnem 8 évnyi tárgyalássorozat eredményeként született meg, és nem volt egyszerű. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tartalmát, a lényegét azt Mincentivel előzetesen egyeztették, mégpedig Zágon József pápai prelátus volt az, aki 71. június 25, 26, 27-én háromszor is találkozott Mincentivel a követség épületében, és tájékoztatta őt a feltételrendszerről, és Mincenti az erről készült promemóriát, emlékeztetőt, éppen alá is írta, és nem mindenben fogadta el, de a lényeg igen. Mi a lényeg? Az első pontja az az, hogy a Szentszék, nem Mincenti József, hanem a Szentszék biztosítja Magyarország kormányának, hogy Mincenti József külföldre távozása után tartózkodni fog attól, hogy beavatkozzék a magyarországi katolikus egyház életébe, és bármilyen megnyilvánulásával ellenségesen nyilatkozzon a magyar kormányról, vagy a magyar népköztársaságról. Ezt szoktuk úgy emlegetni, hogy a szilenciumnak a pontja. Mincenti ezt csak úgy fogadja el a Zágonnal egyeztetett feltételek során, hogy
ő ezt a Szentatyától közvetlenül elfogadja, de nem a Magyar Állami Egyházügyi Hivataltól utasítatva, sőt, még nem is a pápai államtitkárságtól, tehát a Szentatya szava az mértékadó, aláveti magát, de hivatalnokoknak, beosztottaknak nem. A második pont az az, hogy a magyar kormány hozzájárul, hogy elhagyja Magyarország területét. A harmadik pont az, hogy miután elhagyta Magyarországot, és megérkezik az úti célhoz, ami Róma lesz, akkor mind a Szentszék részéről, mind a magyar kormány részéről egy időben azonos szövegű nyilatkozatot adnak ki, ami ezt a tényt közli a nyilvánossággal. A negyedik pont az arra utal, hogy annak elvártában, hogy az esztergomi érseki szék kérdése véglegesen megoldódjék, a Szentszék majd sede plena, azaz betöltött székkel, ez azt jelenti, hogy Mindszentinek nem kell lemondania, és a Szentszéknek nem kell őt felmentenie, legalábbis most 71. szeptemberében, de az esztergomi főegyházmegye kormányzására egy apostoli kormányzót neveznek ki. Az ötödik pont pedig azt rögzíti, hogy a távozás időpontja, és az, hogy mivel is, repülővel, autóval, gyalog, bárhogy, ez egy későbbi egyeztetések során fog kiderülni. Az aláírt megállapodáshoz mind a két fél egy-egy kis emlékeztetőt csatolt. A magyar kormány ebben rögzíti, hogy a maga részéről amnestiát kíván adni Mindszenty Józsefnek. A korábbi verziókban magának a megállapodásnak a része lett volna az amnestia ténye, de ezt sem a Szentszék, sem Mindszenty József nem kérte. Rehabilitációt igen, de erre meg a magyar fél nem volt hajlandó. A kegyelem kérése viszont áttételesen elismerte volna azt, hogy elfogadják Mindszenty elleni ítéletet és büntető eljárást, ugye, ami 49-ben történt, aztán 62-ben volt egy újabb nekiveselkedés. Tehát az amnestiára vonatkozó tétel, ez majd be is fog következni, tehát a magyar közlönyben szeptember 29-én megjelent az erre vonatkozó információ. A második pontja pedig a magyar emlékeztetőnek az érseki címnek a kérdése, tehát nem volt elégedett a magyar fél ezzel, hogy amint módjában áll, hanem rögzítették azt, hogy amint arra alkalom nyílik, bizakodik a magyar kormány, hogy a Szentszék véglegesen megoldja, nincs leírva, de kiolvasható, és a visszaemlékezésekből, meg áttételes iratokból ennek a bizakodás első időpontját azt majd 72-re teszik, amikor márciusban Mindszenty József betölti a 80. életévét, és feltételezik, hogy majd benyújtja a lemondását. A lemondással összefüggésben egyébként már 66-tól érvényben volt egy pápai rendelkezés, hogy a 75. életévét betöltött főpapoknak kötelező kérniük, benyújtaniuk a lemondásukat, de ezt nem kötelező a pápának elfogadni. Ezt 66-ban a követségről Mindszenty József megtette, de egyúttal kérte is, hogy a körülményekre való tekintettel maradhasson ő esztergomi érsek. A pápa pontosan a korlátozottság, az akadályoztatás miatt nem csak őt, ha mással fordult elő, akkor a felmentés jogával nem is élt. Tehát a Vatikán soha nem adta írásba azt, hogy le fogja mondatni Mindszenty Józsefet, vagy bármilyen kényszert is alkalmazna, a tárgyalásokon következetesen, visszatérően olvashatjuk azt, hogy ez kizárólag Mindszenty József meggyőzésével, a saját akaratából bekövetkező aktusra kerülhet majd csak sor. Így jutunk el aztán ténylegesen az utazás dátumához. 9 és 28-a között azért Mindszenty József még egy picit próbálkozik, hogy hát, ha mégsem kéne menni,
Először 27-e volt a kitűzött dátum, aztán arra hivatkozott, hogy az időjárás, hogy feldagadt a lába, nem igazán érzi jól magát, és akkor Kéli tanácsos segítséget kért, és a pápa üzenetével térhetett vissza, hogy a Szent Szinódus megnyitására, ami szeptember 30-a, mindenképpen ott szeretné látni Vincenti Józsefet. Tehát így nem volt már mire hivatkozni. 28-án reggel 8 óra 28 perckor a bécsi apostoli nunciatúra nagy fekete autójába beül Vincenti József, az apostoli nuncius Opilio Rossi mellé, és másik egy kísérőautóval, meg a magyar hatóságok díszkíséretével elindulnak a magyar-osztrák határ felé. A Sveháti repülőtérről száll fel az Alitaliának a menetrendszeri gépe, és kora délután érkezik meg Rómába. A repülőtéren az államtitkár várja, egyenesen 6. pápához vezeti, aki nagyon barátian, jó szívvel fogadja a hős és szenvedélyes életű magyar bíborost. 29-e a pihenés napja, 30-a pedig a szinódus megnyitásának az alkalma, amikor Vincenti József 6. pállal együtt celebrálja a misét a Sixtus kápolnában, ami egy megrendítő pillanat lehetett, egy történelmi jelenet. A magyar bíboros a világ püspökeinek színe java előtt áldozhat és tarthat ismét egy főpapi misét, amire évtizedek óta nem állt módjában. Azt tudjuk egyébként, hogy eleinte hezitált, hogy ezt megtegye vagy sem, aztán az emigráció vezető papjai mondják, hogy igen, ez egy akkora megtiszteltetés, és ne legyenek kétségei. És egy hónap az, amit itt Rómában tölt Vincenti, de már közben, sőt már a nyári egyeztetések során egyértelmű, hogy ő inkább Bécsben, a Pázmáneumban szeretne letelepedni és hosszú távon ott élni. Ausztria milyen feltételekkel fogadja be a bíborost, hiszen ha a világpolitikai körülményeket ismerjük, akkor ugye 1955 óta Ausztria egy semleges státuszt foglalt el a hidegháborúban, és ezt a semleges státuszát vajon veszélyezteti-e például, vagy kockára teszi-e ezzel Ausztria, hogy befogadja Vincentit. Itt vannak ezzel kapcsolatban azért politikai kérdések is talán. Bruno Kreisky kancellár nyilatkozik, hogy Vincenti József befogadására az vonatkozik, mint bármely emigráns befogadására, nyújtsa be a kérelmét, hogyha 3 hónapnál hosszabb ideig kíván Ausztriába tartózkodni, és amiben garantálja, hogy nem fog pártügyekkel, politikai kérdésekkel foglalkozni, akkor nincs akadálya annak, hogy letelepedjen. Ezzel együtt tudjuk, hogy kicsit összerándult az osztrák kormányzat, hogy mi lesz ebből. Egy kicsit megrezzent Kőnig bécsi bíboros is, hogy itt lesz egy másik bíboros, vajon hogy fognak ők kijönni, hiszen 63 óta személyesen ismeri. Tehát kellett hozzá 6. Pál pápával is egyeztetni, és válik nyilvánvalóvá, hogy Vincenti József nem lesz az ausztriai magyaroknak a fő pásztora, az marad a kismartoni püspök, nem misészhet nyilvánosan Ausztriában, sem Bécsben, csak a Pázmáneum házi kápolnájában, vagy a nagy kápolnájában, nagy termében ünnepnapokon. Tehát a jogosítványai azok nem egy prímási és nem egy érseki jogosítványok. Ő ott most egy magyar katolikus pap, akire a kánoni szabályok vonatkoznak, és különösebb kivételezés nem illeti meg. Egy kérdés ez, hogy a cenzúrázás a Vincentinek mennyiben működött itt, hiszen tudjuk, hogy az egyház részéről is volt valamiféle cenzúra a Vincenti megszólalásaira vonatkozóan.
Hát ez az említett egyes ponttal összefüggő eljárásrend lesz. Mindszenty József itt a bécsi tartózkodás első hónapjaiban advent tájékán ad ki egy november 28-án egy körlevelet, amiben az első kínos mondat elhangzik, valahogy úgy, hogy hittel, hűséggel Istenhez léptem át a börtön kapuját, és léptem át az ideiglenes, de életírtó határt. Na most ez az ideiglenes szó, ez futótűzként terjedt a sajtóban, a politika berkeiben, hogy mi ez ő megkérdőjelezi talán Ausztria és Magyarország határait. Tehát egy kínos magyarázkodás következett, hogy ő a taposóaknára, a vasfüggöny által okozott halálokra vagy sebesülésekre gondolt. Aztán persze egy másik feljegyzésben olvasni olyasit, hogy összekacsint a BBC tudósítójával, hogy azért átsuhant rajta Trianon gondolata is. Minden esetre ezt a magyarázatot elfogadta az osztrák kormány, és az ügyet ezzel lezárták. De az biztos, hogy amikor Bambergbe megy az első meghívásai egyikére, akkor a szentszék jelzi, hogy kéri akkor és ezen túl mindig, hogy előzetesen a szentbeszédeit, vagy bármilyen előzetesen tudható fellépéseit, megnyilvánulásait írásban nyújtsa be. Ennek kialakult a maga megfelelő rendje. Ha jól emlékszem, Csertő Sándor, emigráns és ott az államtitkárságon dolgozó személy volt az, aki lefordította olaszra, ő közvetlenül benyújtotta a pápa magántitkárának, aki pedig egyenesen a pápa kezébe adta, tehát a hivatali apparátus ki lett hagyva, pontosan úgy, ahogyan azt Mindszenty Zágon Józseftől kérte 71 nyarán. De az ellenőrzés az folyamatos volt. Talán csak két apró gondolat, mert Margit olyan tökéletesen összefoglal mindent, hogy tényleg képileg is már benne vagyunk az idők sodrában. Az egyik még Rómához visszatérve, az emlékiratok borítójáról talán sokaknak ismerős az a profilkép, ahol a bíboros árnyékban van, a szabad ég alatt pedig a Szent Péter bazilika kupolája látszik. Ez a kép a Szent János toronyban készül, ami a kijelölt római lakása volt a bíborosnak. Ez egy reneszánszkori erőt torony, egyébként felszerelve minden jóval, tehát lakhatási problémait nem volt. Azonban az az emlékiratokban is érződik, hogy volt egy jelentős aggája Mindszenty Józsefnek, hogy a vatikáni kertek közepében álló torony, ami tehát nem nyílik utcára, szabad területre, tehát olyan helyen van, ami legalább két kontrollvonalon belül van Vatikánváros államterületén, azt jelenti, hogy adott esetben őt korlátozhatják bizonyos szabadságokban. Ő ezt az emlékiratokban Slippy bíboros példáján, vagy belefolytatott beszélgetés révén említi föl, aki szintén Rómába távozott, hogy ott élje le idős évét, és állítólag azt mondta Mindszentynek, Kalicka ez még haranyból van is. Vagyis, hogy magyarán szólva a Bécsbe költözésnek van egy ilyen jellegű szempontja is, hogy azért más dolog egy európai főváros közepén élni, mint a vatikáni kertek közepén. Másrészt ugye a Pázmáneumnál mindig visszatérő szempont, hogy ott az ember a saját házában van, tehát ott van, ahol ő a gazda. Az esztergomi érsekeknek az elmúlt 400 évben hullámzó rendben, de mindig volt bécsi háza, vagy éppen nem volt, mert elvették, de ez egy más kérdés, de így a Pázmáneumban ő hazajön, úgymond. És a másik szempont, hogy amikor itt előkerült a kérdés, hogy nyilvános misézés például, vagy prédikálás, ez azért is volt nagyon érdekes dolog, mert az egyház joga bíborosoknak szemben a papokkal biztosítja azt a jogot, hogy területi határoktól függetlenül teljesen szabadon bármilyen szakrális cselekményt elláthatnak. Tehát itt nem csak a beszédeknek, ha ezt a szót használjuk, a cenzúrázása, de az összes olyan típusú korlátozás, például, hogy nyilvános misét milyen feltételekkel, vagy hol lehet mondani, azt ha szabad így mondani, kilépett a szokott mederből ilyen értelemben, tehát ez egy olyan
vidék volt, ahol valószínűleg a Vatikánnak is ezt szoknia kellett, hogy hogyan lehet ezt kezelni, hiszen ez nem a normál törvényi szabályozás volt. És igazából megvallom őszintén, nem is nagyon tudom, hogy Mindszentin kívül mással, aki bíborosi rangban van, őnekik ezt végig kellett-e vinniük. Tehát egy ilyen típusú kontrollt a mozgás szabadságában, a cselekvés szabadságában, vagy a megnyilvánulások szabadságában. Tehát valószínűleg ez az oka annak, hogy Mindszenti részéről szikrázik olykor egy kicsit ez a helyzet, ha szabad így finoman fogalmazni. És ha már itt tartunk, akkor ugye a bíboros úrnak nem maradt ugye magyarországi lehetősége arra, hogy a lelkipásztori tevékenységét folytassa, viszont megnyílt egy új tér. Ugye ez elsősorban az emigrációban élő magyarokat jelentett, akik ugye 5 kontinensen szétszóródva éltek, és ezt ebben az utolsó éveiben elég jelentősen föl is fogja vállalni, mind az 5 kontinensre el fog látogatni, Új-Zélandtól Torontóig, bezárólag, vagy éppen Fokvárosig. Tehát milyen célok vezérelték ezekben a lelkipásztori utakban? Ahogy Csaba atyát hallgattam, azért egyből megállapítottam, hogy a szigorú szabályok pillanatok alatt felpuhultak. Mert már amikor Németországba utazik 72. májusában, már akkor a frankfurti dómban is élhet, tehát pontosan ezzel a bíborosi jogosítvánnyal is élve. Ez a korlátozás az osztrákoknak az első félelmi reakciója volt, hogy csak nehogy valami kínos eset keveredjen abból, hogy ők Mindszenty Józsefet befogadták az országukban. És később is éppen a lelkipásztori utak kapcsán maximum az előzetes beszédegyeztetés az, amiről tudhatjuk, hogy folyamatosan történt, többé-kevésbé, de egészen biztos, hogy minden megnyilatkozást nem lehetett előzetesen kontrollálni, különösen nem egy sajtótájékoztatót. Most a 72-es, tehát a kintartózkodás első másfél évének az utazásai, azok még valamilyen egyházi ünnephez, évfordulóhoz, pünkösthöz, Szent István születésének ezredik évfordulójához, vagy a fatimai jelenéseknek az ünnepéhez, megemlékezéséhez kötöttek, és majd 73. szeptemberi kanadai út lesz az, ami ilyen értelemben már váltás, mert egyértelműen a magyar híveknek a vizitációjára kerül majd sor. De ez a kanadai út más értelemben is váltás lesz, mert ha megnézzük a 72-es beszédeket, azokban Mindszenty tartja magát a megállapodás azon pontjához, hogy nem kritizálja, legalábbis nem olyan élesen, ahogy ezt úgy tőle akár el is várhatnánk a Kádár rendszert. Persze elhangzik tőle megjegyzés, de összességében a magyar kormány és a Vatikán, amikor 71 őszén összeülnek, azt mondják, hogy pozitív a megállapodás pontjainak a teljesítése. Aztán, ahogy haladunk időben előre, akkor már jön Miklós Imre egyházügyi hivatali elnök részéről a kritika, hogy azért nem mindenben sikerül a Vatikánnak a pórázt kézben tartani, és lép elő, és erősödik fel majd az a követelés, hogy igenis a Szentszék oldja meg véglegesen a Mindszenty kérdést, értvén alatta, hogy az érseki székről való lemondatás kérdését. És azt mondtam, hogy Kanada vízválasztó, abban az értelemben, hogy az itteni sajtótájékoztatón Mindszenty azt mondja, hogy engem nem állíthat meg sem a magyar kormány, sem az apostoli szentszék, sem a közöttük lévő megállapodás abban, hogy elmondjam a véleményemet és megjelentessem az emlékirataimat. Tehát ez a kettős cél, ami az élete utolsó éveiben vezérli, hogy a magyar hívek lelkipásztori látogatása, magyarság tudatának az ébrentartása, az emigrációnak egyfajta összefogása, mellett
ott van nagyon markásan az emlékiratoknak a megjelentetése, és ez egy kritikus pont lesz a személyes élettörténetében. Csaba, hát kérdezném, hogy esetleg ezekről a lelkipásztori utakról egy-egy ilyen személyes, bíboros és hívek közti találkozás történetét elevenítsünk itt föl a hallgatóságnak. Még talán előzetesen annyit hozzá, hogy nagyon sokrétű az a magyarság, akit Mindszenty bíboros fölkeres. Észak-Amerikában eleve van a 19. század derekától egy kiépelő magyar emigráció, még ha a legnagyobb hullám a 20. század elejére tehető is, van a 45 utáni emigrációs hullám, és van egy 56 utáni, és ez a kettő lehet, hogy részben össze is ér, de ez csak annyiból érdekes, hogy a nyugati magyarság sem politikailag, sem világnézetileg, sem kulturálisan nem egységes. Nagyon eltérő típusú emberekről van itt szó. Még a politikai értelemben is, a klasszikus szociáldemokratáktól a szélső jobboldali világnézetű emberekig nagyon sokféle típusú ember az emigrációs hullámoknak megfelelően akár csoportokba is szerveződve. És itt kanyarodnék Őrs kérdésére, hogy például Tűz Tamás, amikor a torontói Mindszenty miséről és a találkozásról beszélne, hogy talán február 21-23 között van ott Mindszenty, ha jól emlékszem, de ez most talán annyira nem is lényeges, két nap maradjunk ennyiben. Ő a legnagyobb csodának azt érzi, hogy egy iszonyúan szép töredezett és egymással is ellenséges magyarságot hirtelen egységben tudtak megélni. Világos, hogy ez egy érzelmi állásfoglalás, és biztos, hogy benne van a pillanat kivételessége, és nem tudom, hogy két hónappal később úgy érezték-e még a torontói magyarok, hogy továbbra is teljes egységben vannak, vagy visszaálltak a régi törésvonalak, de talán ez az egyik nagyon fontos szempont ezekben az utakban, és ez Mindszenty gondolataiból is visszaköszön olykor, hogy ő érzékeli ezt a töredezettséget a külföldön élő magyarság körében vagy soraiban. És ez egy nagyon fontos szempont lehet, hiszen ha szabad így mondani, egy sokadik generációt elérő közösségnek, ha ez a töredezettség veszélyessé válik, az azt is determinálhatja, hogy apránként megszűnik nyelvében, identitásában, és talán marad egy szép emlék, hogy az ükanyám magyar volt. Egyébként ilyenekkel rendszeresen találkozunk, mert az előző apostoli nuncius is eljött ugye a nyugati határ mentébe, mert ő tudta, hogy az egyik dédanyja innen származik, bár egy szót nem hozott már otthonról magyarul. Tehát ez az egyik nagyon fontos szempont. A másik nagyon fontos szempont, hogy a magyar nyelvű közeg a vallásban egy nagyon erős kötődést is jelent, tehát megfigyelhető volt az a jelenség, hogy amikor a bíboros első áldozást vagy bérmálást tartott, tömegesen jöttek a fiatalok, csak hát ott a kérdés, hogy miért nem voltak ők már első áldozók, bérmálkozók. Tehát volt egy ilyen problematika is, hogyha az anyanyelvű jelenlét, prédikálás, lelkipásztori szolgálat nincs meg, akkor a hitben is, ha szabad így mondani, gyengül vagy föloldódik ez a közösség. Egyébként, ha már itt ilyen történeteket kérdezett Törzs, akkor én leszek a kis színes, ha szabad így mondani. Az utolsó útról Bogotában maradt fönn az a történet, hogy megtartották a nagymisét, amin első áldozásra, bérmálásra került sor. A mise után a sekrestjében már levetik a liturgikus ruhákat, és akkor fut be egy magyar család két gyerekkel. 600 kilométert utaztak, de az eső miatt elakadtak, és csak a szertartás végére értek oda. A két gyerek itt lett volna első áldozó és bérmálkozó. És ugye a jelenlévők azt mondják, hogy a bíboros azonnal vissza akarta venni a miseruhát, hogy akkor újra miséz egyet, hogy meglegyen az első áldozás és a bérmálás. Erről azért lebeszélték, viszont másnap reggel tartott egy külön szent misét ennek a családnak, hogy a két gyerek első áldozása, bérmálása meglegyen. Hát a beszámolók nagyon érzelmesek, tehát ott az egyik szemton azt mondja, hogy maga a bíboros is a könnyeivel küszködik. Ez
Azt hiszem azonban szépen megmutatja, hogy tulajdonképpen itt egy megtartó szolgálatról van szó, ami egyébként nem csak azt jelentette, hogy Mindszenty Bíboros úgy gondolt, hogy akkor ez az ő felelősség egyedül, ő intézményesíteni is akarta ezt a programot valamilyen formában, azzal, hogy a nyugaton élő magyaroknak püspököt ad. Ugye ez azért volt egy érdekes kérdés, mert a Trianon után elszakadt országrészekben így vagy úgy, de megvolt a papság és megvoltak az egyházi struktúrák, még ha át is alakultak. Azonban a nyugati emigrációnak nem voltak egyházi struktúrái. És normál esetben, ha egy pap nyugatra ment, neki az aktuális püspök, az aktuális egyház megye keretében kellett elhelyezkedni, a püspöknél befogadást nyerni. És Mindszentynek a víziója az volt, hogy ő kapjon, mint esztergomi érsek és magyar prímás, egy segédpüspököt, akit azzal bíznak meg, hogy a nyugaton élő magyarok lelkipásztori gondozását ellátja. Hát ugye a történet túlnő Mindszenty személyén, mert csak a 80-as években nevezik ki Miklós Házy Attilát, egy Kanadában élő jezsuitát, a nyugati magyarok püspökének, és az ő halála után egyébként a Mindszenty elgondolás lép életbe, mert Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspökként lesz a nyugaton élő magyarok püspöke, most pedig ugye Mohos Gábor. Tehát ez egy olyan intézményes forma, a nyugaton élő magyarok sajátos igényeit tekintetbe véve, ami más, mint Erdély vagy a felvidék kérdése, amit Mindszenty kigondolt, a Vatikánnál föl is vetett, és hát mondhatjuk így, hogy a mai napig működik. Hát már amennyire, mert most igazából pap nincsen elég hozzá, de maga a keret létezik. És még mielőtt rátérnénk az emlékiratok letétel, a Vatikán keleti politikájának összefüggéseire, még annyit mindenképpen ezekről az utakról szeretnék megkérdezni, hogy itt ugye minden ilyen külföldi út esetén egy egyházi méltóság érkezik egy másik országba, amelynek a politikai vezetésének is azért erre valamilyen szinten reagálnia kell, illetőleg olykor ugye az adott egyházi vezetésnek is, az adott ország egyházi vezetésének is, hiszen engedélyt kell kérni nyilvánvalóan ahhoz, hogy ott viselhessen szembeszédet mondhasson. Hogyan változott ebben a 4 évben ez az egész helyzet Mindszenty körül, és itt most csak annyit előrevetítve, hogy van egy olyan pillanat, amikor Mindszentyt majd ugye leteszik az esztergomi érsekiszék, hogy ez módosít-e bármit a Mindszentynek a fogadtatásán, egyáltalán a Mindszenty jelenségen. Tehát most arról ne beszéljünk, hogy hogy történt a letétel, erről majd egy későbbi kérdésben beszélünk. Ezt a lelkipásztori utak témakört nagyjából körbe járjuk, azért maradjunk csak ezen a vonalon. Ahogy most így felidézem az egyes utakat, sablont nem igazán tudnék húzni arra, hogy melyik országban milyen mértékű az egyházi, illetve az állami fogadtatás. Az talán megállapíthat, hogy a legszívélyesebben a 73. szeptember-októberi kanadai út során fogadják itt a miniszterelnököt, Sharp külügyminiszter képviseli, nagyon szép beszéddel, ami kisebb külügyi vihart is kavart, mert a külügyminiszter egy olyan mondatot mondott, hogy tehát Mindszentyt méltatva, hogy ő mindig az elnyomókkal, a diktátorokkal szemben állt ki, és hát ezt persze magára értette a Kádár rendszer, és a magyarázkodás lényeg az az volt, hogy nem, ők a németekkel való szembenállásra gondoltak. Hát ez megint a diplomáciai nyelvezetnek volt a része. Talán inkább úgy lehetne különbséget tenni az egyes fogadtatás között a legfelsőbb szinteken, akár adott ország prímása szempontjából, hogy ő maga mondjuk egy progresszívebb papi vonalhoz tartozott, vagy egy konzervatívabbhoz. Tehát például tudjuk, hogy amikor Belgiumban járt, akkor a belga prímás érsek az éppen másutt tartózkodott, mondván, hogy ő már korábban elköteleződött egy
előadásra, szóval amikor egy évvel később egy másik helyszínen összefutottak, akkor meg Vincenti csomagolt gyorsan össze, vagy Martin francia, párizsi bíboros érsek előtte megkérdezte a Vatikánt, hogy mit tanácsolnak, hogyan is járjon el, milyen protokollal fogadja. A válasz az az volt, ez már az érseki letétel után, hogy attól, hogy ő nem érsek, ettől ő még bíboros, tehát ennek megfelelően tessék őt vendégül látni. Aztán tudunk olyat is, hogy a reptérre még nem ment ki a nuncius, viszont a programon végig kíséri. Vagy amikor Amerikába érkezik, akkor a New York-i érsek kimegy a repülőtérre, de aztán nagyon gyorsan egy futballmeccsre vette az irányt. És az őt, a fogadtatását leírók leírják, hogy hát elég kínos volt egy élő legendával együtt reggelizni, nem igazán tudta egy vérbeli amerikai, hogy ő most hogyan is viselkedjen ezzel a két lábon járó vértanúval, tehát biztos, hogy erre nem igazán adnak receptet egy szemináriumban. Tehát a fogadtatások eltérőek, én azt mondom, hogy a híveknek a tisztelete, szeretete, az viszont mindenhol fergeteges, mindenhol köszöntik azt a főpapot, aki a vasfüggönyön túlról közéjük érkezik, és a története az a sajtót bejárja. Nyilván elsődlegesen a magyar emigrációnak a lapjai és tévécsatornái fognak vele foglalkozni, de az állami szintű elismerés az inkább a másod vagy harmad vonalba szorult vissza. Hát ugye ezekkel az utakkal párhuzamosan ugye zajlik egy másik történet Vincenti körül, ez pedig, ahogy említettem, a Vatikán keleti politikájához kötődően ugye a magyarországi egyház helyzetének normalizálására irányuló törekvések, amelynek hát az egyik központi kérdése volt, hogy Vincenti József meddig töltheti be az esztergomi érseki széket, és ehhez ugye egy személyes szállal kötődik majd ugye az emlékiratoknak a kérdése. Hát ennek milyen összefüggései vannak? Hát itt talán az érseki székhez, ahogy már szóba került a II. Vatikáni zsinatig, a püspökök halálukig töltötték be a szolgálatukat, még akkor is, hogyha esetleg az utolsó 10 évet is akár ágyhoz kötötten betegen élték le. Rendkívüli esetnek számított, hogy valakit úgymond nyugállományba helyeztek. Magyarországon talán az egyik legmagasabb rangú az Vaszarikolos herceg prímás volt, aki már 1896-ban a millenáris ünnepségeken sem tudott részt venni, vagy csak részlegesen a szívgyöngesége miatt. Tehát ilyen szempontból a zsinat egy új helyzetet teremt. Margit már említett egy első kört, ugye 6. pár 70-ben az Ingraves Centemetatemmel ezt véglegesen rögzíti, bíborosokra is kiterjeszti. Tehát magyarán szólva föláll egy új rendszer, amiben Vincenti József 1973-ra már gyakorlatilag a 81. életévén túl minden szempontból azt lehet mondani, hogy betöltötte a nyugdíjkorhatárt, 75 évesen, mint megyés püspök, 80 évesen, mint bíboros. Férjetés ne esik, tehát 80 fölött is bíboros marad az ember, de hivatalt már nem visel. És nem pápa választó. Persze megválasztani még lehet, csak ez egy más kérdés. Tehát magyarán szólva van egy olyan külső keret, hogy igazából az aktuális egyházjog értelmében a kérdés adott és megoldandó. Ugye 6. Pál először egy november 1-i keltezésű levelet küld Vincentinek, amire Vincenti válaszol. December 18-a 6. Pál második level, és januárban talán 14-én jön, ja nem 14-én Vincenti válasz, és 30-án jön egy levél, ami erőre helyezi a februári bejelentést. Na most 6. Pál és Vincenti víziója itt radikálisan különbözik. Egyrészt Vincenti, valószínűleg ez egy emberi oldal, nagyon erősen ragaszkodik ahhoz,
hogy amikor elhagyta az amerikai nagykövetséget, amikor Vatikánban a szinódusnál, hát hogy pontosan mit mondott hatodik Pál, ugye arról vitatkoztak a kutatók, hogy te vagy és maradsz az esztergomi érsek, ez arra az időpontra vonatkozik, vagy mindörökre, stb. Tehát neki van egy olyan emberi háttere, hogy ő úgy gondolja, a Vatikán fölrúgja a korábbi álláspontját, vagy fölrúgja a korábbi ígéretét, hogyha őt elmozdítja is. Ehhez a hivatkozása az, hogy ha hatodik Pál úgy gondolja, hogy az ő elmozdításától lesz majd a magyar egyház szabad cselekvése, vagy szabadabb kormányzata helyreállítva egy új püspökkel, akkor ez az érvelés nem állja meg a helyét, mert akit a helyére fognak hozni, az nem lesz szabad, és nem fogja tudni kormányozni az egyházat jobban. Tehát van egy teljesen eltérő nézőpont a másik oldalról, meg akár a Cazaroli emlékiratokat nézzük, akár hatodik Pálnak a köréből visszaemlékezéseket. Ott van egy olyan szempont, hogy attól tartanak, hogy ez a helyzet a lehetetlenség felé sodródik. Ennek több olvasata van, hát ugye az esztergomi érsek még 1990 előtt nem pusztán prímás, de hivatalban a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke is. Egy nagyon elhúzódó állapot van, amikor világos, hogy kényszermegoldásokkal ezt kezelik, de nem egészséges az állapot. És hát ebben a helyzetben hatodik Pál arra való hivatkozással, hogy az egyház működését biztosítsuk, a lelkipásztori szolgálatát biztosítsuk, a lelkek üdvének a javát biztosítsuk, előre akar lépni. Na most ebben a konfliktusban világos, hogy ugye a legnagyobb krízis az, amikor bejelentik az előzetes jelzés után az esztergomi szék megüresedését, és másnap Mindszenty nyilatkozatot tesz közzé. Amiben ugye ott van a mondat, hogy nem mondott le, nem mondhattam le. És ott indokolja, hogy ez miről szól. Én itt majd át fogom adni Margitnak a szót természetesen, csak egy dolgot, egy gondolatot itt azért a magam részéről hagyj jegyezzek meg. Ez egy nagyon nehéz időszak, mert Mindszenty tényleg úgy érzi, és vannak erre visszaemlékezések arról például, hogy milyen reakcióval fogadja a pápai leveleket, amik ugye nincsenek benne az emlékiratokban. De ő egyszerűen úgy érzi, hogy az Ostpolitik, vagy éppen Cazaroli valamiféle vatikáni puccsal, vagy háttéralkuval akarja őt kilendíteni a pozíciójából. És, és ezzel kapcsolatban ugye sokan azt mondják, hogy abban a pillanatban, hogy ő nyilvánosan tiltakozott, vagy szembefordult hatodik Pállal, ő ugye engedetlenné vált, vagy szakadást okozott. Erre mindig azt szoktam érdekesen mondani, hogy ha hatodik Pált megnézem, hatodik Pál reagál a szituációra élőszóban is, meg Mindszenty halála után is, maga a pápa ezt soha nem érezte így. Tehát soha olyan följegyzést vagy szóbeli megnyilvánulását nem ismerem én, de attól lehet, hogy van, ahol hatodik Pál annak adott volna hangot, hogy ő ezt engedetlenségnek vagy lázadásnak vette. Tehát valószínűleg neki megvolt az a bölcsessége, hogy pláne az előzmények tükrében egy idős ember esetében ezt a kellő józansággal kezelje. Mielőtt Margit kiegészíteni, Csaba, hogyha a szavai, egy olyan plusz kérdést tennék föl hozzád, ami szintén kapcsolódik ez a témához, hogy majd arra is tér ki, légy szíves a kiegészítés során, hogy hogyan fogadták Mindszentynek a letételét, tehát milyen reakciók voltak, itt ugye a Csaba atya is utalt erre-arra, de úgy általában véve a reakciókat is egy kicsit tárgyítsuk, akár világszinten, hogy ez hogyan alakult. Igen, visszakapcsolódnék ahhoz, hogy a hallgatóság is tényleg képbe legyen teljesen, és ne egy zűrzavar alakuljon ki, hogy itt melyik hónapban mi is történt. Itt legalább két, ha nem három síkon futnak a történések. Tehát van egyszer a magyar kormány és az apostoli szentszék képviselői közötti tárgyalások. Ezek már 72-ben elkezdik érinteni az érseki szék kérdését. Tavasszal Miklós Imre még azt mondja, hogy mi türelmesek vagyunk. Ősszel már türelmetlen.
És átlépünk 73-ba, amikor május 4-én Kéli apostoli szentszéki tanácsos Esztergomban a Keresztény Múzeum megnyitásán jár, ahol azt mondja, hogy az új érsek személyét keresvén olyat szeretnénk találni, aki bírja Mindszenti elfogadását is. Tehát már elhangzik, hogy új érseket kívánnak keresni Róma részéről. És nyáron a casting el is indul, tehát megy a tapogatózás, hogy kik jöhetnének szóba, és még emlékiratokról még sehol nincs hír, még tehát ez a fazékban már rotyog a letétel előkészítése, de szigorúan azzal a szándékkal, hogy ebben Mindszentit is bevonják, és meggyőzzék, amire az apparátus, akinek módjában állt vele többször beszélni, kevésbé bizakodó, tehát Kazaróli kifejti, hogy ő nem igazán optimista a tekintetben, hogy a meggyőzés eredményre vezetne. A pápa ennél majd bizakodóbbnak bizonyul. Egyébként ezen a válogatáson, ha szabad így mondani, 5 személy neve maradt fönn, Cserháti Józsefé, Bánk Józsefé, Kisberg Imré, Lékai László és Fábián Árpádé, és aztán a különböző szempontok, hogy ki hány éves, mennyire aktív, milyen az egészségi állapota, milyen a hívekhez való viszonya, milyen az államhoz való viszonya. Ezeken a sok-sok szűrőn végül Lékai László lesz, aki fönnmarad, és a magyar állam is, és Róma is elfogadja, mint lehetséges jelölt szemét. Ez igazából 73 júniusára ez kialakul. És ugyanez az időpont az, amikor König révén a Mindszenti emlékiratait 6. Pál pápa megkapja, kis részleteket olasz nyelvre fordítva, tehát megismerheti a tartalmát. És meglepetéssel tapasztalja, hogy ez nem teljesen az, amiről neki Zágon beszámolt, mert amikor Zágon ezt még 71 nyarán látta, akkor Mindszenti a történeti időszakra vonatkozó részt mutathatta be neki, a tatár, a török időszakra vonatkozott, amiben semmi ártalmasat nem vélt felfedezni. Időközben viszont az emlékiratokkal eljutott a napjaikig, és a saját élet útjának, a saját igazának a bemutatásához, ami egyenlő volt egy Kádár rendszer elleni vádirattal, a Rákosi és Kádár rendszer elleni vádirattal. Tehát erre születik meg 73. augusztus 30-ával a pápának az a levele König Bécsi Bíboroshoz, melyben azt kéri, hogy próbálja rábeszélni Mindszenty Józsefet, hogy gondolja át, hogy ez a kiadás nem aktuális, nem időszerű, mert mi a lényege az, hogy az apostoli szentszék nem engedheti meg, hogy egy hivatalban lévő, a nevében az érseki címet viselő személy, egy prímás, egy azzal a rendszerrel szemben megfogalmazom egy vádiratot, és országvilág elé publikálja, amelyet ő elismert. Mert elismert már a 64-es részleges megállapodással, elismer ezzel a 71-es szeptemberi megállapodással, illetve magával azzal a tárgyalás folyamattal, ami 63-ban elindul és tart 1989-ig az Oszpolitik részeként, és ennek egy eleme ugye a Mindszenty története. És amikor november 1-én a pápa abban bízván, hogy meg tudja győzni Mindszenty Józsefet, saját kezüleg írt levélben kéri, hogy mondjon le, mert ha lemond, akkor szabad emberként publikálhatja az emlékiratait. Akkor már nincs ott ez a hivatali kötelem, az a fegyelem, amit ez a diplomáciai helyzet okoz, hogy elismerem a rendszer, de hát az egyik érsekem meg itt lerántja a leplet a rendszer működéséről. Erre a pápai levélre ír 3 nemleges választ Mindszenty, ebből 2 bizonyosan elküldött, tehát, hogy nem hajlandó lemondani, és erre jön majd december 18-ával a már jogi nyelvezetű hivatalos irat,
amely üressé nyilvánítja az esztergomi érseki széket. Azért abban a szintben, amit mondtam, hogy a szentszéki, illetve a magyar kormány képviselői közötti tárgyalások, ez is félelmetesen visszaköszön, mert Miklós Imre, aki a türelmét elveszítette, erőlteti. Tulajdonképpen ultimátumot intéz Kazaróli Ildik felé, aminek az a lényeg, hogy ha nincs a Mindszenty ügyben megoldás, akkor a többi kinevezésben sem fogunk engedni, nem beszélve az összes többi kérdésről, mint hitoktatás, szerzetesek kérdése, szociális, karitatív munka és hasonló hittanoktatás kérdése. És akkor jön az egyik, tehát a novemberi tárgyalási fordulón, hogy a megoldás az előestén áll. Mi az, hogy az előestén, az mit jelent? Holnap, holnap után, két hónap múlva? Emlékeztetőben rögzítik, hogy a megoldás december 15 és 20 között meg fog születni, és valóban a december 18, ugye ezen rögzített dátum közé esik, és születik meg a már többször idézett pápai döntés az esztergomi érseki szék üressé nyilvánításáról. Ott még mindig van Mindszentynek egy lehetőséget, egy kis egérút, mert hogy akkor válik hatályossá a kánonjogi következménye, hogyha ezt nyilvánosságra hozzák, ami majd február 5-74. Tehát itt a december utolsó napjai, és nagyon utolsó napjai, mert ugyan 18-a dátuma, de 30-án kapja kézhez. Inkább akkor január első pár hete, amikor még valamit Mindszenty tehetne, de nem gondolja meg magát, az egész eljárást, azt, ahogy Csaba atya vázolta, méltánytalannak, az egész elveit, ez is egy összeegyezhetetlen eljárásnak érezte és tekintette. Azt, hogy február 7-én és sajtótájékoztatón közli, hogy nem mondtam le, ez tulajdonképpen fedi a valóságot, mert ő nem mondott le, csak voltak olyan sajtóhírek, amelyek így értelmezték a megjelent döntést, hogy nem ő, hanem Lékai László már esztergom ordinárisa. Innentől kezdve nem használja az érseki és a prímási címét. Hát a világ fogadtatása az adott Bennett összességében. Tiltakozó táviratok özöne, tüntetések, kisebbek, nagyobbak. A valamelyik vatikáni falra felfirkálják, hogy 6. Pál Mindszenty árulója, és Mindszentyt a pápának. És egészen a német püspöki kar is komoly fenntartásait fogalmazza meg. Kazaróli szerint nem, tehát hogy számítottak tiltakozásra, de talán nem akkorára, amilyen hullámokat ez a letétel kiváltott. Miért nem lehetett volna továbbra is, akár Mindszenty haláláig hasonló módon vezettetni az esztergomi főegyház megyét, mint ahogy előtte, hogy CD Pléna apostoli kormányzó irányítja az egyházmegyét, mert Lékait már üres székkel, CD Vacante nevezte ki 6. Pál, és ez a markáns eltérés a kinevezés tartalma között, tehát az üresedés tényét is nyilvánvalóvá tették. Bocsánat, csak szőjük egymásba a gondolatokat, Margita. Egy két érdekes szempont ehhez, tehát azt mai észre talán nehezen fogjuk föl, de a Vatikánnak van egy problémája, ami a katolikus egyház szerkezetéből és a püspöki struktúrájából adódik. De most nagyon egyszerűen mondva, ahhoz, hogy püspököt szenteljünk el, három püspök, aki azt fölszenteli, de ebből származik minden egyéb, az egyház szervezetének működése, a helyek betöltése, a vezetési struktúrák, stb. És a 64-es megállapodásnál is az egy nagyon komoly tényező, hogy a magyar egyházat bele lehet sodorni egy olyan szituációba, hogy kvázi szentségi értelemben nem lesz önálló. Mert ha a püspökök
megöregedtek, betegek, meghaltak, házi őrizetben vannak, ilyen-olyan tiltások alatt vannak, és többé püspököt nem tudnak szentelni Magyarországon, ez ugye 64-ben egy erős markáns félelem volt, akkor jön a csehszlovák klandesztin megoldás, ha szabad így mondani, és ennek kapcsán egyébként Kazaróliék osztpolitikában itt egy fontos szempont volt, ezt ki is mondta az egyik vatikáni diplomata, hogy itt mi nem a modus vivendit keressük, hanem a modus non moriendit. Azt a módot, hogy hogy ne halljunk meg. Tehát mi nem arról tárgyalunk, hogy hogy éljünk, hanem hogy hogy ne halljunk meg. Tehát ez egy nagyon fontos szempont ebben, hogy a katolikus egyház működését és annak a sebezhetőségeit jól kiismerte, ha szabad így mondani, a tárgyaló partner. És hát igazából a másik fontos szempont, hogy ugye Lékai kötődik Mindszenti, ez még a veszprémi időből, mint aulista, és hát ugye gyakorlatilag egy áthidaló megoldás van, mert bár üres a szék, mégsem érsek egészen Mindszenti József haláláig. Tehát hatodik Pál ezt a gesztust gyakorolja ebben a helyzetben Mindszentivel szemben, ahol egyébként igazából valószínűleg ezt a finomságot a kortársak nem nagyon értékelik szegény hatodik Pálnak. Nem véletlen, hogy Kazaróli nyilatkozik úgy, hogy ő úgy élte meg, hogy hatodik Pál pápaságának a legnehezebb időszaka volt ez az időszak. Ezt én nem tudom megítélni, hiszen nem voltam ott, és ráadásul ez egy nagyon zaklatott pápaság sok szempontból, de hát ha Kazaróli így nyilatkozott, akkor ezt talán elfogadhatjuk neki. Sajnos, nagyon az időnk vége felé járunk, de még kettő kérdést szeretnék föltenni, amire viszonylag rövidebb válaszokat szeretnék kapni, pont azért, mert már egy kicsit túl is lépjük talán az időnket, de ezekről még jó lenne azért beszélni, ha már megígértük az elején. És itt most ugye éppen ezért összevonnám a kérdéseket. Ugye Mindszenti temetése, újra temetése. Tehát ugye mind a kettő egyben politikai kérdés, politikai ügy, milyen párhuzamok, milyen ellentmondások vannak a két eset között, miként lehet, hogyan számoltak be ugye Magyarországon az egyik és a másiknak, nyilván azért a rendszerváltás szelleme jelentősen fogja már módosítani talán a újratemetésnek a kérdését, de azért mégis szerintem felfedezhetőek azért párhuzamok is. Egy picit erről a kérdéskörről beszéljünk először. Kiegészítjük egymást. Tehát 1975. március 15-e az a dátum, amikor a pár nappal korábban elhunyt Mindszenti Józsefet Mária cellben örök nyugalomra, illetve hát ideiglenes nyugalomra helyezik, mert hogy 91. május 1-e késő esti óráiban, éjszakáiban kerül sor az exhumálásra, és a hamvak holttest, a bebalzsamozott holttest hazaszállítására május 3-án és 91. május 4-én az újra temetésre. Na most a 75-ös temetés dátuma egybeesik az osztrák államszerződéset 55 évfordulójával. Erre való hivatkozással megint a kormány távol marad, az apostoli nuncius távol marad, Habsburg Otto tudomásom szerint nincs jelen, de a felesége Regina igen. Különböző európai arisztokraták is megjelennek. Magyarországról kevesek. Hivatalosan a Magyar Hírek Népszabadságban jelent meg egy-két soros kis híresztelés a tényről, hogy elhalálozott, de előzetesen nem adtak hírt arról, hogy hol és mikor lesz a temetés. Az előző alkalommal volt olyan kedves vendég a jelenlévők között, akinek hozzátartozója eljutott Mária cellbe a temetésre. Az biztos, hogy a magyar állambiztonság több személlyel is képviseltette magát, és jelezték az eseményen történteket. Tehát Mindszenti még holtában is fenyegető szimbólum maradt. 75 és 91 között, hát én azt mondom, az agyonhallgatás időszaka volt,
aki akkoriban folytatta tanulmányait, ha Mindszenty József nevét hallotta, akkor mint a klerikális reakció fő képviselőjének a nevét, aki a demokrácia ellensége, és kb. Ennyiben így el is lehetett intézni. Én 1009 személy szerint egy 85-ben fejeztem be az egyetemet, és akkor a katolikus agrárifjúsági legényegyletekkel foglalkoztam, ami 35-46 közötti időszak, és ennek révén belebotlottam Mindszenty József személyébe. És már akkor úgy elkezdtem érdeklődni, hogy ki is ez a Mindszenty József, mert olyan sokat nem tudtam róla. És emlékszem, hogy az egyetemi tanárok mondták, hogy inkább ne foglalkozz vele, mert ebből soha nem tudsz semmi komoly dolgot kihozni az említett politikai megítélés okán. Aztán én mégis, mert hogy 2002-ben kértek, hogy írjak egy kis rövid összefoglalást, 4 évet kértek, lett belőle 16 év, majd egy 20 éves kutató munka, aminek a vége a történet, és nem bántam meg, hogy az életemből ennyit áldoztam Mindszenty Józsefre, mert egy kivételes személyiséget ismerhettem meg, már csak így a dokumentumokon és a visszaemlékezéseken keresztül, aki biztos, hogy nagyon sok mítosz, rágalom és tömjénezés is rátapadt a nevére és a cselekedetére. Én meg azt vallom történészként, hogy a való igazság az, ami kellőképpen eligazít bennünket, és nem csak az erényeket, hanem az esetleges hátrányokat is ismernünk kell, hogy elfogadjuk, vagy kritizáljuk, osszuk, vagy továbbadjuk mindazt, amit Mindszenty József élete példázhat előttünk. Nyilván a rendszerváltozás után egy új korszak kezdődik, és ebben a korszakban egyébként Mészáros István nevét meg kell említeni, aki alapkutatásokat folytatott Mindszenty József működéséről. Az én professzorom Gergely Jenő, aki szegény mindig a marxista történész állandósult jelzővel élte meg a korszakot, azért mégiscsak ő volt az, aki először egy Mindszenty életrajzot megírt, és a Mindszenty per dokumentumait is közzétehette. Tehát sok történésznek akár milyen világnézetű is lett volt, a munkája hozzájárult, és fog még hozzájárulni ahhoz, hogy tisztán lássuk Mindszenty József életművét. Köszönöm szépen, még talán akkor az újratemetés. Ez egy pár gondolatot, hát ez egy teljesen más keretben játszódik le, hiszen az akkor mondhatni rövid ideje létező magyar köztársaság kormánya képviselteti magát, nemzetközi diplomáciai képviselet is van a nagykövetek révén, a Vatikán is bíborosi szinten képviselteti magát, és ott a teljes püspöki konferencia. Világos, hogy ugye egy kérdés még ott lóg a levegőben, Mindszenty végrendelete, amiben ő állítólag, ugye ez úgy terjedt el sokakban, hogy amíg az utolsó orosz katona el nem hagyta Magyarország földjét, hát ez nem pontosan így szerepel a szó szerint a végrendeletben. Ehhez azonban egy valamit hozzáteszek, mint esztergomi bazilika plébánosa, a Mindszenty újratemetés, az egyrészt nem érzem úgy, hogy meghamisítása lett volna a végrendeletnek, mert ott az a mondat szerepel egész pontosan, hogy amíg az orosz vagy szovjet ateizmus hitetlenség csillaga le nem nyugszik országunk fölött, tehát én bízom benne, hogyha még volt is szovjet katona az országban, az a bizonyos csillag már addigra 91-re lenyugodott. A másik pedig, hogy ugye egyet ne felejtsünk el, 91. augusztus 16, II. János Pál pápa Magyarországra érkezik, és első nyilvános miséjét Esztergomban mutatja be. Tehát volt ennek egy íve, hiszen Mária Celi látogatásakor a pápa már imádkozott Mindszenty sírjánál a Szent László kápolnában, és emiatt nagyon sokan úgy érezték, hogy a történet kerekké tétele, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen, teljessé tétele,
az, hogy bekövetkezett Magyarországon az a politikai változás, amit most rendszerváltozásnak nevezünk, és hogy egy megújulás útjára lépő ország fogadja a pápát, ez elengedhetetlen, hogy Mindszenty József ott legyen Esztergomban, amikor érkezik a pápa, és hát a halálévfordulóhoz közeli szombatot választották ki az újratemetésre. Egyébként bizonyos értelemben azt kell mondani, hogy egy nagy emlékeket hagyó ünnep volt ez, és elnézést a kifejezésmódért, magának a pápa látogatásnak a fő próbája. Tehát a mai napig a bazilikában megvannak a jegyzőkönyvek arról a bizottságról, amely előkészítette az újratemetést és a pápa látogatást. És egyébként tényleg úgy érezték, hogy a pápa látogatás Mindszenty temetésével kezdődik el. Mert ez volt az első olyan nagy pillanat, amikor úgymond nem csak egy spontán tömörülése van a híveknek, hanem szó szerint össze vagyunk hívva Esztergomba egy ilyen jellegű ünnepre. Zárójel, és akkor már én is ledövöm magam. Arra emlékszem, hogy Lékai László temetéséből majdnem ilyen spontán ünnep lett. Szüleim, azt onnan is tudom, hogy szüleim elindultak Esztergomba, de ott bizony lezárták az utakat, tehát nem lehetett már bejutni Esztergomba, ők is hazafordultak aztán Budapestre. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy az újratemetés ilyen szempontból nagyon más volt, mint a Mária Celli temetés, és egy nagyon más történeti pillanat. Egyébként Habsburg Otto is mondott egy nagy beszédet akkor Esztergomban, és pont. Csak a záró kérdés tulajdonképpen, miként alakult Mindszenty kultusza a halála után, különösen ugye a rendszerváltás után, és hol tartunk ma, akár a boldogálvatás kapcsán, akár egyáltalán ez a kultusz, ez erősödött, gyengült az elmúlt évtizedekben. Hogy látjuk ezt most 2024-ben, hogy egy kicsit aktualizáljuk is ezt a helyzetet? Gyors válasz, Mindszenty kultusza már az életében megszületik. Tehát például, amikor 6. Pál boldogálvatása kapcsán földolgozzák az életét, és előkerül például a nagy milánói fölvonulás, fáklyás fölvonulás, az 56-os forradalom kapcsán, ez Mindszenty személyétől elválaszthatatlan a katolikusok szemében. De hát már korábban így van, amikor 12. Pius felszólal, nem csak 56-ban, de már a per kapcsán. Tehát van egy élete során kibontakozó kultusz, ami teljesen spontán módon növekszik tovább. Egyébként a világ körüli utak ebben nagyon fontos szerepet játszanak, mert iskolákat neveznek el Mindszentyről, közösségi házakat, közterületeket. A Fülöp-szigeteki eukarisztikus kongresszuson járva az egyik helyi pap említette, hogy számára fiatalságában Mindszenty volt a motiváció a papság felé vezető útján. Tehát azt kell mondani, hogy már az életében kialakul ez a kultusz. Az aktuális helyzetre vonatkoztatva, hát ugye aki lejön az esztergomi bazilika kriptájába, az kap egy gyors választ, ha körbenéz, mert van érsek, akinek egyáltalán nincs kultusza, több érseknek van tisztelete, de hát a kérdést eldöntik a koszoruk, ha szabad így mondani. Amiben két fontos dolgot említenék meg, hogy ez a kultusz alapvetően spontán módon jött létre. És utólag kerül sor arra, hogy az egyház például a boldogálatási eljárás keretében ezt, ha szabad így mondani, csúnya szóval intézményesíti. A másik pedig, hogy valóban túlnő az országunknak vagy a nyelvünknek a határain ez a tisztelet. Én nem mernék grafikont rajzolni, hogy növekszik, csökken. Most éppen a 21-es eukarisztikus kongresszus idején több afrikai püspöki csoport fölkereste Esztergomot, hogy imádkozzanak Mindszenty József sírjánál. Ugye egyébként most már a kongresszustól függetlenül is megesik, az egyik legaranyosabb az volt, amikor a bazilikát már zárva találták, és akkor ért oda három afrikai püspök egy papokkal, és hát akkor kinyitattuk az éjjeli őrrel a hátsó bejáratot, és nagyon hálásak voltak érte. Tehát magyarán szólva van egy kultusz, a boldogálvatással kapcsolatban pedig tömören Ferenc pápa aláírta a dekrétumot, amely lezárta a boldogálvatási peres eljárást. Ez azt jelenti, hogy az egyház elismerte, hogy Mindszenty József a keresztény erényeket hősies fokon gyakorolta. Tehát őt
venerabilis tiszteletre méltó névvel, jelzővel illethetjük, mivel azonban nem halt vértanú halált jelenleg megerősítő jelként egy csodát várunk, ami ha bekövetkezik, akkor az egy újabb peres eljárásban lesz kivizsgálva a Vatikánban, ahol ugye természetesen szakembereknek kell nyilatkozni a dolog természetétől függően akár orvosoknak, vagy tudósoknak, hogy valóban a jelen tudásunk szerint megmagyarázhatatlan eseménnyel van-e dolgunk, vagy sem. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag ez a helyzet. Egyébként nem lennék meglepve, hogyha Európán kívül következne be ez a csoda, mert tényleg úgy érzem, hogy a kultusznak vannak nagyon érdekes leágazásai, ha szabad így mondani. Köszönöm szépen vendégeinknek, hogy ma este eljöttek ide Zalaegerszegre, és beszélgethettünk Mindszenty József utolsó éveiről, illetőleg haláláról és a kultuszáról. Köszönöm szépen önöknek, akik megtisztelték a jelenlétükkel a ma esti rendezvényünket. Köszönöm a Mindszentyneumnak a helyszín biztosítását, a Batthyány Lajos Alapítványnak és a Rubikon Intézetnek pedig az esemény megszervezését. Remélem, hogy lesz még ennek a Mindszentyneumban folytatása a későbbiekben is. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon-próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.